Kilenc az ország életére, az erőforrások felhalmozására és védelmére vonatkozó irányvonalon dolgozik a kormány a teljes körű háború időszakában. Jelentette Kiden is Mihály miniszterelnök a kormány soron következő ülésén. Az egyik legfontosabb feladat a kormány főelmondása szerint a hadsereg szükségleteinek biztosítása. Kifizetések, fegyverek, felszerelés, élelem, üzemanyag, a hadipari komplexum fejlesztése. Élelmiszerbiztonság területén a kormány több évre elegendő stratégiai élelmiszerkészletet halmozott fel. Segítséget nyújt az agrárgazdáknak, valamint elindította a létfontosságú termékeket ingyenes szétosztását a frontvonal városaiban az új gazdaságpolitika adócsökkentése, az üzleti élet teljes deregulációja, az import áfa és az importvámok eltörlése a gazdaság újraindítását segítik elő. Az Epitrémka és szociális segélyprogramok biztosítják a nyugdíjak indexálását, az áprilisi juttatások idő előtti folyósítását a harci valamint a szociális támogatások utalását. Az Epitrémka program keretében már 3,5 millió állását elveszítő személy megkapta a 6,5 ezer hívnya összegű segét. A kormány elindította a Tivdoma programot a belföldi menekültek megsegítésére. A lakhelyét elhagyni kényszerülő személyeknek ingyenes lakhatást biztosító polgárok 450 hrívnya támogatásban részesülnek személyenként. Az államkasszából havi 2000 hívnyát kap a felnőtt, 3000-et a gyermek belföldi menekült. A lakhelyét elhagyni kényszerülő szemét alkalmazó vállalkozások havi 6500 hrívnyát kapnak személyenként a jövedelmük részleges kompenzációjára. A kormányfő az energetikai front terén Ukrajna lekapcsolódott Oroszország és Fehér Oroszország energiahálózatairól, és csatlakozott az európai energiarendszerhez. Van széntartalék a raktárakban, 9 milliárd köbméter gáz van a tárolókban. Ukrajna megegyezett az európai finomítókkal az ország üzemanyagellátását illetően. A logisztika terén a hadi állapot időszakában az Ukrzaliznice az állam egyik fővállalatává vált, amely naponta több ezer tonna rakományt és több százezer embert szállít. Logisztikai útak nyíltak meg a gépjárműforgalom számára. A nyugati határon raktárok épülnek, a közeljövőben újabb ellenőrzőpontok megnyitását tervezik. A kormány a világ Ukrajnával és Ukrajna újjáépítése programokon dolgozik, amelyek célja a partnerprojektek megvalósítása, összegezte Denis Mihály.